A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben indította el az Év Madara akciót, melynek célja természetvédelmi problémákkal érintett fajok, madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása. Az évtizedek óta futó programban a lakosság tavaly három fajra szavazhatott. A cigánycsuk mellett a kis örgébicsre, valamint a sordéjra. Ebben a videóban a 2021-es év madaráról, a cigánycsukról fogok mesélni, röviden. Ha kíváncsiak vagytok rá, iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok be a kis harangot, és maradjatok velem a videó végéig. Az év madara szavazáson győztes cigánycsuk a mezei verébnél kicsit kisebb méretű madár. A nászruhás hím feje, torka és háta fekete, begye és melle rozsdavörös. Széles nyakfoltja, keskeny száncsíkja és farkcsíkja fehér. Apró rovalokból, pókokból, hernyókból álló táplálékát a növényzet csúcsáról lerepülve többnyire a talajon fogja meg. A sík, domb és hegyvidékek, nyílt, gazos bokros területek jellegzetes madara. Száraz növényi szálakból álló fészkét a tojó a talajra építi. Évente kétszer is költ. Fészekalja alkalmanként 4-7 tojásból áll. Rövid távú vonuló. A telet az európai és észak-afrikai mediterráneumban tölti. Az őszi vonulás nagy része szeptembertől októberig zajlik. A fiatalok kóborlása azonban már augusztusban is elkezdődhet. Tavasszal az első példányok már korán, február végén, március elején megérkeznek. Egyes példányok akár át is terelhetnek. A természetvédők közleménye szerint a magyar állomány az 1999 és 2019 közötti években 54%-kal csökkent. Napjainkban körülbelül 210 000 párra tehetőek. Megfogyatkozásuk hátterében a nagyüzemi mezőgazdaság élőhely átalakítása, valamint a gazos bokros élőhelyek megszűnése, beszántása, továbbá a növényvédőszerek okozta rovartáplálék hiány áll. Annak érdekében, hogy ez a folyamat megállítható és megfordítható legyen, elsősorban a nagyüzemi mezőgazdaság keretein belül is alkalmazható olyan természetkímélő gazdasági módszereket kell szélesebb körben alkalmazni, mint például a szegély élőhelyek meghagyása és ezek területének növelése, a mezőgazdasági táblák szegélyének kezeletlenül hagyásával, a gyepek és gazosok égetésének további tiltásával.